27-én éjjel történt egy eset az Oscar gálán, ami kis túlzással azóta is lázban tartja a világot, méghozzá az, hogy a feleségén való viccelődésen Will Smith felhúzta magát, felrongyolt a színpadra és lekevert egy óriási sallert a feleségén viccelődő Chris Rocknak. Ez jelenet és az erre adott reakciók több érdekes témát is felvetnek, és ebben a kis történetben nagyon szépen egybe foglalják ezeket az érdekes témákat, amikről szerintem érdemes lehet beszélgetni. Például a humor szerepe és annak határai, tehát hogy mivel lehet viccelni és mivel nem. Hogy mi számít verbális abúzusnak és mi nem. Hogy jogos lehet-e fizikai agresszió, mint válasz, és ha igen, mikor. Hogy miért nem tudta kontrollálni magát Will Smith és hogyan tudta volna, avagy az érzelmi önkontroll kérdése, az emberek reakciója, vagy miért látjuk ennyire szélsőségesen ezt a kérdést, és hogy miért tartjuk még mindig elfogadottnak a fizikai agressziót. Nem mondom azt, hogy én mit válaszolni fogok ezekre a kérdésekre, sőt, túl hosszú is lenne, több videó is kellene hozzá, hogy ezekről mind beszélgessünk. Inkább egyfajta kérdésfelvetés, szemfelnyitás lesz ez a videó, vagy legalábbis különféle álláspontok és különféle témák megvilágítása, és inkább titeket invitálnának egy beszélgetésre részben velem, a komment szekcióban részben egymással, részben táptalajt szeretnék nektek adni ahhoz, hogy komplexebb ebben lássatok egy ilyen kérdést, illetve vagy esetleg a barátaitokkal, ismerőseitekkel tudjatok beszélgetni az ehhez kapcsolódó kérdésekről. És mivel neki köszönhetjük, így mondhatnám, hogy a mai videót Will Smith támogatta. Mint mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre a komment szekcióban, írjátok le, hogy szerintetek jogos volt-e ez a pofon vagy sem, ha igen, miért, ha nem, miért nem. Ti hogyan reagáltatok volna, szerintetek mi lett volna a helyes, mit gondoltok a közvélemény, a sajtó, az emberek hozzáállásáról, mindent írjatok le a komment szekcióba. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig, hogy jogos volt-e Will Smith pofonja, és az ehhez kapcsolódó kérdések. Azok kedvéért, akik nem hallottak az esetről, gyorsan összefoglalnám, bár elég nehéz volt nem hallani róla, tehát az már teljesítmény egyébként, ugyanis a magyar és az angol sajtó egyaránt ez erről cikkezett szinte mindenhol, kommentek százai, ezrei mindenhol, viszont a legnagyobb megtekintésű videó az a Guardiannak a videója, ami amikor most éppen forgatom ezt a videót 3 nappal az eset után, közel 80 millió megtekintésnél, és több mint 200 ezer kommentnél jár, szóval elképesztő mennyiségű média hype van a jelenség körül. Viszont azok kedvéért, akik esetleg kihúzták az internetet, vagy lekapcsolták, mert nem fizették be az internet számlát, azoknak összefoglalnám gyorsan, hogy mi történt. A 94. Oscar gálán az egyik panelt Chris Rock, humorista, színész vezette fel, és hát szokás szerint, meg hát önmagához híven, hiszen humoristáról van szó, viccelődött a jelöltek, és hát rosszolta őket, és hát ebből Will Smith felesége Jada Pinkett Smith sem maradt ki, akivel kapcsolatban azzal viccelt, hogy már biztosan várhatja a G.I. Jane 2-nek a forgatását, mert hogy abban anno ugye Demi Moore kopaszra borotválta a fejét, és hogy Jada is kopasz, és hogy ezzel kapcsolatban az ő kopasságával kapcsolatban viccelődött Chris Rock. Csak hogy Jada Smith azért kopasz, mert hogy egy autoimmunbetegséggel küzdöm, erről későbbiekben még pár szót fogok ejteni, valószínűleg ezért húzhatta fel magát rajta Will Smith, felrongyolt a színpadra, leverte az óriási sallert, és aztán később még a közönség soraiból, az akkor már nem nevető, hanem síri csöndben ülő közönség soraiból kétszer is oda kiabált vérben forgó szemekkel, hogy ne vedd a feleségem nevét a kibaszott szádra. Amire első körben fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy minden ilyen esetben, minden hasonló esetben, ami belülünk nézőnkből is ilyen erőteljes érzelmi reakciót vált ki, és mi is lesokkolódunk és ledöbbenünk, hogy úristen, nagyon könnyű zsigeri ösztönös következtetéseket levonni akármelyik féllel kapcsolatban, például mondjuk, hogy Will Smith egy beteg állat, egy agresszív állat, elmebeteg, vegyék el az Oscart, nyilvánosan kövezzék meg, és csalódtam benne soha többet, és töröljék le az összes filmjét mindenhonnan. Ugyanilyen könnyű a másik szélsőséges álláspontra is helyezkedni, hogy Chris Rock egy utolsó beteg, bunkó, tahó, neveletlen, ízléstelen galambfos, és hogy mégis ezt hogy képzelte, hogy ezzel viccelődik, meg így viccelődik, és hogy megérdemelte, sőt nagyobbat is, és ő házhoz ment a és stb. És az ilyen szélsőséges, indulatos, ösztönszerű reakciót az emberek meg is tették, és ez elképesztő számomra, hogy miket lehet olvasni a komment szekciókban, ezekből hoztam nektek párat. Jól tette, én nagyobbat adtam volna az idiótának. Jól tette, még nagyobbat kellett volna ütnie. Ököllel kellett volna orrba vágnia. Megérdemelte, egy betegséggel nem viccelődünk. Megérdemelte, kár, hogy csak egyet adott. Jól tette, megérdemelte, én is felpofoztam volna, jól tette. Ez volt a hiba, hogy bocsánatot kért, ezzel rontotta el ezt a zseniális sztorit, gyakorlatilag semmisítette, sőt, picit legitimálta is a poénkodó barom akcióját. Jézusom, de beteg világ lettünk, Will Smith a legmélyebb tiszteletet érdemli. A kommentelők szerint tehát nem csak, hogy igaza volt Will Smithnek, és jogos az a cselekedete, hogy a feleségét ért verbális bántalmazásra,
úgymond fizikai agresszióval válaszolt, de még büszkék is lehetünk Will Smith-re, és nincs szégyelni valója, és ezt így kellett csinálni, sőt, még nagyobbat. Kicsit ütött, csak az volt a baj. Nem szép, de teljes mértékben igaza volt, hát kivédje meg a beteg feleségét. De hogy nincs miért elnézést kérni, ha nem ezt tette volna, akkor kéne szégyenkeznie. Igaza volt, gratulálok, nagyon jól tette. A kommentek 90%-a egy ránézés alapján ezzel van teli gyakorlatilag, hogy megérdemelte, nagyon jól tette, így kell, nagyon jó, gratulálok, ez a módi, hát hogy máshogy, ha nem így, ugye? Sőt, még nagyobbat kellett, most olyan kommentelők is vannak, akik itt sem álltak volna, mert ők gyakorlatilag kinyírták volna Chris Rockot ott a helyszínen. Persze, hogy igaza volt, én agyon is vertem volna, ha az én feleségemet országvilág előtt így kigúnyolják, nagyon jól tette. A fejét kellett volna leszakítani, gondolom az van odaírva, teljesen igaza volt, én még a fejét is letéptem volna. Tehát ma 2022-ben Magyarországon ott tartunk, hogyha valaki beszól rád vagy a feleségedre, vagy olyan dologgal viccelődik, ami ízléstelen vagy esetleg bántó, akkor teljesen jogos az, hogy te odamész, és a lehető legprimitívebb, legösztönszerűbb módon fizikai agresszióval válaszolsz, és pofán vered, hogy egyenesen agyonvered az illetőt, ez teljesen rendben van. Sőt, nem hogy támogatandó, de gyakorlatilag ez természetes, ez a kötelessége, hogy ne maradjon szégyenben, ez a becsülete, becsületbeli ügy, és hogy büszkék vagyunk rá, azért vagyunk büszkék Will Smith-re, mert hogy ahelyett, hogy civilizált módon, intelligens kommunikációval megoldotta volna ezt az ügyet, egy ösztönlégy módjára, egy állat módjára viselkedett a színpadon. Ezt nem értem. És csodálkozunk rajta, hogy az erőszak, a gyűlölet, az agresszió, az ilyen primitív hozzáállás a többi emberhez, ez minden generációban újra termelődik, mikor ezek az emberek ezt a fajta értékrendet és más emberekhez való hozzáállást és konfliktus kezelési metódust fogják átadni a gyerekeiknek is. Ráadásul, ha eredmény és technikai szempontból nézzük ezt a konfliktus kezelési módszert, ha ezt így hívjuk úgymond, még csak nem is hatékony, még csak nem is működőképes, hiszen mit ért el vele, a felesége becsületét ezzel nem védte meg, sőt lejáratta saját magát, lejáratta a családját, akár büntető jogi pert is akasztott a saját nyakába, lehetőségettől esik el, és a szakma, a közvélemény gyakorlatilag elítéli legalábbis az egyik fele a cselekedetét, és dühös és csalódott kommentelők millióit zúdította a nyakába, a saját reputációját pedig gyakorlatilag kis túlzással tönkretéve. Tehát ez, amit itt a magyar kommentelők támogatnak és feljogosítva érzik magukat, és nagyon faszán csinálta Will Smith, az egy elég szar konfliktuskezelési technika. Ahelyett, hogy ilyen szélsőséges, primitív és ösztönszerű reakciót adnánk mind kommentekben, mind tettekben egy ilyen esetben, arra bátorítalak és biztatlak titeket, hogy próbáljátok meg komplexen megvizsgálni egy ilyen helyzetet, próbáljátok meg belehelyezkedni mindkét fél cipőjébe, mindkét fél fejébe, átérezni, hogy ő mit élhetett át, mit érezhetett, mit gondolhatott, és egy ilyen empatikus, komplex, több szempontú hozzáállással próbáljátok meg megvizsgálni minden ilyen szituációt, mielőtt egy ilyen ösztönszerű, fröcsögő véleményt alkotnátok róla. Egyrészt, ha Will Smith helyzetét látjuk, és legalábbis próbáljuk a helyébe beleképzelni magunkat, láthatjuk, hogy a feleségének, Jada-nak a helyzete egyáltalán nem játék és kacagás. Egy alopecia nevű autoimmun betegségben szenved, amit más néven rókabetegségnek is szoktak hívni, nek az a lényege, hogy a szervezete megtámadja a saját sejtjeit, ez esetben a szőrsejtjeit, ezáltal részben, egészben, foltokban vagy teljesen ez ember függő, de kihullik a szőre, kihullik a haja is természetesen. Ez egy, az okait nem tudják ennek a betegségnek, jelen körülmények szerint gyógyíthatatlan, csupán enyhíteni lehet a tüneteit. Jada 2018-ban lett diagnosztizálva ezzel a betegséggel, azóta pedig nyilvánosan felvállalja ezt a betegséget és minden vele járóját, ezáltal próbálva egyfajta közösséget nyújtani más embereknek, elhívni a betegségre a figyelmet. Képzeljük el, hogy milyen nehéz lehet egy gyógyíthatatlan betegséggel élni, főleg úgy, hogy a nőknek sztereotipikusan igaz, hogy a haja gyakorlatilag az éke, a koronája, nagyon vigyáznak rá, ügyelnek rá, mindig is azt elveszíteni. Képzeljük, hogy mennyi bántást kaphattak az évek folyamán, és képzeljük bele Will Smith helyzetében magunkat, hogy ott van életed szerelme párja, akit nagyon szeretsz, egy gyógyíthatatlan betegséggel, és évek óta küzdötök ezzel, hogy mennyi fájdalom, mennyi sírás, mennyi veszekedés és mennyi bántás, amit az emberek részéről kaptok, van mögöttetek az elmúlt évekre vonatkozóan. És akkor ott van melletted az az ember, akit a legjobban szeretsz a világon, és szeretnéd mindentől megóvni és megvédeni, és jön egy ember, aki ízléstelen viccet csinál az ő gyógyíthatatlan betegségéből, hát persze, hogy kiakadsz rajta. Ettől jogos lesz az, hogy te fizikai agressziót alkalmazol az ember ellen? Nem. Viszont jobban megérthető Will Smith ezáltal?
Igen. Ha a másik fél helyébe képzeled magad, ott van Chris Rock, aki színész és humorista, stand-up komikus gyakorlatilag, és őt azért hívták ide, az a feladata ebben a panelben, hogy ő gyakorlatilag vicceljen az emberekkel, rosszoljon az emberekkel, ez a feladatköre. Ez hagyomány is az USA-ban, trend is az USA-ban, és ráadásul mindenki úgy megy oda az Oscarra, ez egy ilyen hallgatólagos beleegyezés, nem hivatalos beleegyezés, hogy ott téged viccelhetnek veled, kifigurázhatnak, rosszolhatnak, és ezt vállalva mész oda az Oscar gála gyakorlatilag, tehát mindenki, aki oda ment, tudta, hogy ez megtörténhet vele. Ráadásul nem ő egyedül írja ezeket a poénokat 8-10 főből álló csapat írja, és az mind beleegyezett ezekbe a poénokba, van 3-4 szerkesztő, meg rendező, meg egyéb ember, aki szintén leokézta ezeket a poénokat, tehát rengeteg emberen átment ez a poén, és mindenki leokézta, amíg odáig jutottunk, hogy Chris ezt elsütötte a műsorban, ami mondjuk el még egyszer az ő feladata, amiért odahívták, hogy ő viccelen emberekkel, nyilvánvalóan nem az volt a szándéka, hogy ő gátlástalan módon megsértsen, megbántson és megalázon embereket. Ettől még van felelőssége Chris Rocknak abban, hogy elmondta a viccet? Van. Ízléstelen volt a vicc? Igen. Viszont mindezek fényében megérdemelte azt, hogy ő verbális erőszak áldozata lett a színpadon hostként? Nagyon nem. Tehát ezzel a kis árnyalással, a másik fél fejébe való beleképzeléssel, empatikus hozzáállással próbálom nektek azt mutatni, hogy sokkal árnyaltabbak ezek a szituációk és összetettebbek, mint ahogy az ember az első zsigeri ösztönös reakciója alapján próbálja megítélni, és így érdemes hozzáállni ezekhez. Persze adódik a következő kérdés, hogy hol vannak a humor határai, mivel lehet viccelni és mivel nem, mivel illik viccelni és mivel nem, ami egy nagyon nehéz és összetett kérdés, és nincsenek is egyértelmű válaszaim rá. Részben a humor pont azt a célt is szolgálja, egy fontos funkciója és szerepe, hogy feloldja a tabukat, feloldja a rejtett feszültségeket, hogy tudjunk nevetni önmagunkon és másokon egy nehéz helyzetben is, ezáltal elengedve az ahhoz fűződő feszültségeket, tehát pont, hogy egy ilyen tabu feloldó és feszültség oldó szerepe és hatása is van a humornak. Nem véletlen, hogy létezik a fekete humor, mint kategória, ami nem tréfál, hogyha vicc témáról van szó, és gyakorlatilag mindennel viccel, ami létezik, a szexuális bántalmazástól a tömeggyilkosságig, mindennel, amit el tudsz képzelni, hogy pont, hogy egy ilyen funkciója van, hogy olyasmitről is tudjunk beszélni, és tudjunk nevetni, és feloldani a hozzá köthető nagyon negatív erőteljes érzéseinket, amiket másképp nem tudnánk hozzáférni. Másrészt ugyanakkor a humor az a megszégyenítés, a kifigurázás, a megalázás, a kirekesztés eszköze is lehet, és hát minél nagyobb tömegek előtt és minél súlyosabb poénokat sütünk el, annál erőteljesebb lehet ez a hatás, és annál rosszabbul eshet az embernek, illetve az ember szeretteinek, mert hát sokszor sokan a humort arra használják, hogy a másik bullyingolását és verbális bántalmazását elüssék és becsomagolják, és azt mondják, jaj, hát én csak vicceltem, tehát gyakorlatilag egy ilyen kifogásként is használják sokan a humort arra, hogy elfedjék a saját goromba és gonosz viselkedésüket. Hogy hol van egy-egy humornak a határa, az szerintem nagyban függ attól, hogy ki a mondó személye, hogy ki a viccnek a témája, vagy befogadója, vagy szereplője, akiről szól az a vicc, hogy milyen az ő kapcsolatuk, milyen kapcsolatban állnak, hogy mi a kontextus és mi az adott szituáció. Például a barátod orrán növő gigantikus pattanással simán elviccelsz és jót röhögtök rajta, addig ugyanilyen okból nem mész oda a 4-es-6-os villamoson, hogy viccelj egy idegen emberrel, mert borzasztó ízléstelen, bunkó és hát következményei lennének. Más az, ha 4 szem közt viccelsz, és más az, ha nagy tömeg előtt. Más az, hogyha valaki titkolja az adott dolgot, más az, ha felvállalja, más az, ha valaki szégyeli az adott állapotot, vagy esetlegesen tud nevetni saját magán. Bizonyos körülmények között ez a akár működhetett is volna, más kérdés az, hogy itt jelen esetben nem működött és ízléstelen volt. Főleg akkor tudott volna működni, hogyha Jada például nevetni tud ezen a viccen. Ez nem azt mondom, hogy kellett volna neki nevetni, vagy ez lett volna a jó reakció, egyáltalán nem mondom ezt. Csupán egy feltételezett szenárióban, ha Jada tud nevetni rajta, Will Smith is tud nevetni rajta, mindenki nevetett volna rajta, és most nem készülne el ez a videó. Tehát elég nehéz meghatározni azt, hogy mivel szabad viccelni, mivel nem, mivel illik, mivel nem, melyik ízléstelen és melyik nem, hogy hol húzódnak a határok ebben a kérdésben, ez nagyon nehéz kérdés, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mindenképpen pöttyintsetek le a komment szekcióba. Viszont egy következő kérdés, ami ebből adódik, hogy lehet-e jogos a fizikai agresszió egy ilyen esetben? Akármilyen vicc is hangzik el. Szerintem nem, ugyanis a fizikai agresszió mindig azt jelzi, hogy nincs más eszköz az eszköztáradban, hogy kezeld ezt a szituációt, hogy nem vagy ura önmagadnak, az érzéseidnek és a cselekvéseidnek, és a lehető legvégső reakcióhoz folyamodsz, és ezáltal gyakorlatilag vesztettél is. Ha valaki viccelődik veled, akkor lehet arra válasz az, hogy ignorálod, lehet arra válasz az, hogy visszaválaszolsz egy viccel, visszarosztolsz úgymond a viccre,
intelligensen kommunikálhatod felé azt, hogy téged vagy a szeretteted megbántotta ez a vicc, nem esett jól, és hogy esetlegesen kérjen bocsánatot, vagy akár agresszív is lehetsz verbálisan, és visszaválaszolsz valami sértőt az illető személyre vonatkozóan, de a legvégső, legelkeseredettebb és legkevésbé intelligens reakció az, hogy fizikai agressziót alkalmazol. És félreértés ne essék, az, hogy téged verbálisan bántalmaznak, az nem jogosít fel arra, hogy fizikai agressziót alkalmaz valakivel szemben, ez nem önvédelem. Az önvédelem az, hogy téged verbálisan bántalmaznak, és verbálisan visszaszólsz, mondjuk, hogy verbálisan megvéded magad. Fizikai agresszió akkor lehet önvédelem, ha téged fizikailag megtámadnak, és ahhoz, hogy te megvédd saját magad, fizikai agressziót kell alkalmaznod. De az, hogy valaki neked beszól, akár viccesen, akár bántan, te meg odamész és megcsapod, az minden, csak nem önvédelem. Ami ezt a helyzetet nehezíti, hogy itt nem egy hétköznapi szituációban elhangzó, viszonylag egyenlőségi viszonyban lévő emberek között történt ez a dolog, hanem egy aláfelé rendeltségi viszony volt, hiszen az egyik egy műsorvezető mikrofonnal a kezében, a másik pedig egy passzív befogadó a közönség soraiból. Tehát nincs úgymond esélye visszaszólni, reagálni, visszaviccelni, nem tudom, legalábbis korlátozottabbak a lehetőségei, mint egy normál hétköznapi helyzetben. De az, hogy egy nehezebb szituációban volt, és ő volt az a fél, akit bántalmazásért úgymond, az nem menti fel az alól, hogy ő alantas, állatias, ösztönlény módjára viselkedett és agressziót alkalmazott. Főleg úgy nem, hogyha azt a kérdést megnézzük, hogy közszereplőként, olyan emberként, olyan színészként, akit az egész világ ismer, milliók vagy tízmilliók, vagy nem tudom mennyi ember rajong érte példaképének tekint, hogy neki felmérhetetlen felelőssége van abban, hogy egy ilyen szituációban hogyan viselkedik, és milyen példát mutat, hogy hogyan lehet érdemes vagy szabad viselkedni egy ilyen szituációban. És itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol azt kell megnéznünk, hogy mennyire fontos az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, amit itt gyakran elmondok nektek, tanfolyamom is van ezzel kapcsolatban, de itt egy nagyon ékes példája annak, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztés mennyire fontos, és hogy megmentheti a karrieredet is gyakorlatilag egy ilyen helyzetben. Ugyanis itt ebben a szituációban, hogyha Will Smith megfelelő érzelmi önkontrollal rendelkezett volna, akkor képes lett volna lenyugtatni magát, ha nem is teljesen, akkor legalábbis annyira, hogy ne legyen fizikai agresszió a vége. Ugye az érzelmi önkontroll, az érzelmeink szabályozásának a képessége, az ez az egyik alappillér, az egyik legfontosabb skillje az érzelmi intelligencia képességeknek, amit itt ebben a szituációban is alkalmazni tudott volna. Persze ezt azért könnyebb mondani, mint megtenni, pláne egy ilyen felfokozott, érzelmileg felfokozott helyzetben, amiben alapvetően is voltak a jelöltek, hiszen egy Oscar gálán ültek. De ha megnézzük pontosabban a szituációt, hogy mi történt, itt gyakorlatilag egy verbális támadás érte úgymond az ő szerettét Will Smithnek, ami kiváltotta a fight or flight, az üs vagy fuss evolúciós programját gyakorlatilag Will Smithnek, aminek keretében a limbikus rendszer aktiválódik, vagy legalábbis eddig is aktív volt, még erőteljesebb lesz a hatása és a befolyása az elménkre, a prefrontál kortex, ami pedig a tudatos gondolkodásért, viselkedés kontrollért többek között felel, hogy tud kordában tartani az érzelmeidet, annak az aktivitása pedig csökken ugye a limbikus rendszer javára. Na már most, ha ezt a folyamatot te tudatosan nem tartod kordában, mert nem rendelkezel megfelelő érzelmi intelligencia képességekkel, mi történik? Az agyad érzelmi része, a limbikus rendszer eluralkodik átmenetileg az elméd felett, átveszi az irányítást, ezt hívjuk emotional hijackingnek, az érzelmi felülírásnak, és gyakorlatilag lemész ösztönlénybe, és az érzelmeid, a kirobbanó erőteljes érzelmek fognak irányítani, és akkor történnek ilyen cselekvések, amiket láthattunk a színpadon, nem vagy ura a tetteidnek és a gondolkodásodnak, illetve sok esetben hirtelen felindulásból elkövetett testi sértések, szexuális zaklatások, vagy esetleg gyilkosságok is történhetnek egy ilyen emotional hijacking állapotában. De ezeknek a képességeknek a fejlesztésével ez a folyamat kordában tartható, és Will Smith is kordában tudta volna tartani. Ennek a mintapéldája Chris Rock, akit konkrétan fizikai bántalmazás ért a színpadon, ez miért érdekes és fontos nekünk, mert ebben a szituációban neki brutálisan bekapcsolt az üs vagy fuss evolúciós programja, felszökött a kortizol szintje, felszökött az adrenalin szintje, és minden érzelme és mindenfajta ösztönös evolúciós programja sikított gyakorlatilag, és szét akart robbanni a testében, hogy csinálj valamit, Chris, vagy menj oda, tépd szét, verd meg, öld meg, vagy fuss el a színpadon, de csinálj valamit, valamilyen kirobbanó cselekedetet, hogy megvéd magad és a túlélésedet gyakorlatilag, hogy ezek az evolúciós programok biztosítsák egy brutálisan felfokozott, biokémiailag, pszichológiailag felfokozott, fiziológiásan felfokozott helyzetben és állapotban volt ott. Ehelyett mit csinált? Képes volt ezeket a mentális és fiziológiai felspanolt állapotokat lenyugtatni, racionálisan mérlegelni a helyzetet, felmérni a másik fél érzelmi állapotát, és ahelyett, hogy bármit tett volna, visszaválaszolt volna, akár fizikálisan, akár
akár verbálisan, amit nagyon könnyen megtehetett volna, hiszen nála volt a mikrofon, simán lealászatta volna a fenébe Will Smith-t bármilyen formában, nem tette meg ezt, felmérte a szituációt, és azt látta a legjobbnak, a simán tovább lép. Úgyhogy Chris Rock igazából elképesztő önkontrollról, önuralomról, érzelmi önkontrollról, magabiztosságról és profizmusról tett tanúbizonyságot. Azok a véres szemű, habzószájú, ösztönény módjára kommentelő emberek kedvéért, akik szerint ez egy jó megoldás volt, ez egy jó taktika volt, sőt támogatandó, büszkeségre okot adó, és ezt így kell csinálni mindig a hétköznapokban. Képzeljünk el egy másik szituációt, egy párhuzamos valóságot, ahol máshogy viselkedik Will Smith. Képzeljük el, hogy Will Smith képes érzelmi intelligencia technikák segítségével uralkodni a saját érzésein, felmegy a színpadra még mindig dühösen, tehát mindig baromi dühös, sértett, megalázottnak érzi magát, meg akarja védeni a feleségét, stb. De képes felmérni, hogy milyen következményei lennének a tetteinek, ha megüti Chris Rockot. Oda sétál mellé és azt mondja, hogy Chris, figyelj! Ez a vicc, ez nem volt jó, ez ízléstelen volt, ez nem volt helyén való, nem helyén való beteg embereket kifigurázni és rajtuk viccelni, megsértetted a feleségemet, és megsértetted azokat az embereket is, akik mondjuk hasonló állapotban vannak, úgyhogy kérlek Chris, kérd bocsánatot a feleségemtől. Ha Will Smith ilyen szinten képes lett volna uralkodni az érzésein, és a fizikai erőszak helyett intelligens kommunikációt választ a helyzet megoldására, valószínűleg Chris Rock ott helyben elnézést kért volna Jada Smith-től, és mi lett volna ennek az eredménye? Megvédi a felesége becsületét, egyúttal kiáll mind olyan ember mellett, akit mondjuk megsértett ez a vicc. Ráadásul példát mutat, hogy hogyan érdemes viselkedni egy ilyen helyzetben, hogyan tudod úgy megvédeni a saját érdekeidet, becsületedet, elmondani azt, hogy téged valami sértett és bántott, mondjuk egy vicc, egy beszólás vagy verbális bántalmazás, hogy közben nem használsz alantas fizikai agressziót és kommunikációval képes vagy megoldani a szituációt. Így, hogy a fizikai agressziót választotta, kis túlzással gyakorlatilag derékba törte a karrierjét, eddig egy példakép volt, eddig egy ikon volt emberek millióinak számára, egy példaértékű ember, egy követendő példa, ki tudja mennyi pénztől, lehetőségtől, megkereséstől, díjtól, reputációtól esik el azáltal, hogy fizikai agressziót választotta. Képzeljük el, hogyha az intelligens kommunikációt választja a helyzet megoldására, most gyakorlatilag hősként ünnepelnék Will Smith-t, arról szólna az egész sajtó, hogy milyen bámulatos képességekkel rendelkezik, és példaként hoznák fel, hogy gyerekek így kell, és még évekig tanítanák iskolákba, hogy így kell kezelni egy ilyen helyzetet. Ez a különbség egy agresszív, fizikai agresszív megoldás és egy intelligens kommunikáció között. Borzasztóan érdekes szerintem az egész szituáció, hogy mennyi fajta témát magába foglal, amiről érdemes beszélni, és a reakció és a megítélése ennek a témának is borzasztóan érdekes szerintem. És hát ezt szerettem volna nektek kicsit komplexebben bemutatni, picit árnyalni, felhívni a figyelmeteket többfajta témára, és hát muníciót és alapot adni arra, hogy beszélgetések induljanak ezekről a témákról, illetve meginvitálni titeket is egy közös beszélgetést és gondolkodásra a komment szekcióban, remélem, hogy érdekesnek találtátok. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióban. Ne felejtsetek el ellátogatni a tanulom magam Facebook oldalára, a tanulom magam tanulók Facebook csoportjába, illetve most már van támogatási lehetőség is a csatornán, melynek keretében, ha egy havi összeggel támogatod a munkásságomat, akkor minden hónapban exkluzív tartalmakhoz férhetsz hozzá, illetve visszamenőlegesen is meg tudod nézni az előző hónapok tartalmait. Ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láthatsz, úgyhogy érdemes lehet bekövetni, hogyha érdekel téged az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!